Tavaly nyáron 235 ellenőrzést végzett a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vizsgált vállalkozások 40%-ánál találtak valamilyen hiányosságot. Egy vállalkozást akár többször is ellenőrizhetnek, és jellemzően a munkaidőn túl jelennek meg a revizorok a cégeknél. Az ellenőrzések során a munkaidőn túl is előfordulhatnak az operatív ellenőrök. Ez azt jelenti, hogy a késő esti vagy a kora reggeli órákban is ellenőrizhetik azt, hogy a számla és a nyugtatási fegyelmet megtartják-e a vállalkozások, valamint bejelentik-e szabályszerűen az alkalmazottaikat, és határidőben történik-e ez a bejelentés, illetve az online pénztárgépeket szabályszerűen működtetik-e, valamint a pénzkészlettel szabályosan bánnak. Az adótrafipax a NAV rendszeres ellenőrzési előrejelzése. A hatóság nyilvánosságra hozza azokat a helyszíneket, ahol ellenőrzéseket tart. Tapasztalataink szerint ezekben az ellenőrzésekben sokkal nagyobb fegyelmet tanúsítanak a vállalkozások, gazdálkodók a számla és a nyugtatás területén, valamint a vállalkozások bejelentésének területén, mint hogyha egyébként bejelentés nélkül jelenünk meg egy-egy ellenőrzés alkalmával. Júliusban általában a kedvelt üdülőhelyeken, vendéglátóhelyeken, nyári fesztiválokon fordulnak elő gyakrabban ellenőrzések, de a taxisok sem maradnak ki a körből. Ezekben a nyári ellenőrzési időszakokban úgynevezett cseremegyés akciókba is bevetik a munkatársaikat azért, hogy ne ismerjék fel az operatív ellenőröket. A NAV-nál kiemelt vizsgálati területnek számítanak az internetes szolgáltatások is. A nyári időszakban az internetes szálláshely szolgáltatásokat figyelik, sőt azokat az online értékesítőket is, ahol nyári szezonális termékeket adnak el.